Folytatódott a Vörösmarty Társaság Íróasztal című portrébeszélgetés sorozata. Váci Márka társaság alelnöke ezúttal két kiváló írót invitált meg Székesfehérvárra. Schmölz Margit a székesfehérvári gyökerekkel is rendelkező regényíró, illetve P. Horváth Tamás a pécsi illetőségű író új műveit ismerhette meg a közönség. Mindketten regényírók, elsősorban történelmi regényírók, de más műfajokkal is természetesen foglalkoznak. Mindkettejük számára nagyon fontos az a város, ahol élnek, Esztergom, illetve Pécs. És hát Margit ráadásul székesfehérvári kötődésű is, nem kis részben. Ezért is gondoltam, hogy mindenképpen érdemes őt meghívni egyik vendégként. Mindketten lokálpatrióták, érdeklődnek a városuk történelme iránt, és a városuk történelmének egy-egy olyan szeletét, illetve olyan szereteit mutatják meg, amelyeket talán a nagy közönség is kevésbé ismer. Schmölz Margit a tudomány és művelődés történet, ezen belül is az orvos történet különös útjaira tereli szövegeit, a női lét alapkérdéseit mutatja meg a medicina históriájával, a kultúrtörténet érdekességeivel fűszerezve. Történeteiben a történelmi tények jelentik a kapaszkodót, a köréjük szőtt fikcióban a női gondolkodásmód, világlátás kerül előtérbe. Székesfehérváron nőttem föl, itt jártam középiskolába, a Vasvári Pál gimnáziumba, és aztán, amikor főiskolás lettem, és művelődéstörténettel kezdtem foglalkozni, akkor nem volt kérdés, hogy Székesfehérvár helytörténete lesz az az alap, amelyenél elindulok, és így írtam meg Székesfehérvár orvoslásának a történetét, majd ebből indult ki az a regény, amely végül az első szépirodalmi művem lett, és Kőkövön címmel kapható. P. Horváth Tamás évtizedek óta a pécsi irodalmi élet és művészeti szcéna fajsúlyos szereplője. A Zsolnay Miklós ért titkos életéről szóló könyvében a régi eltűnt, vagy ma már csak nyomokban létező Pécs elevenedik meg prózai hitelességgel és kivételes stílusban. Hát nagyon örültem, hogy Székesfehérvárra hívnak, hiszen nagyon rég voltam már itt, talán még gyerekkoromban, de emlékeztem a városra, most körüljártam egy kicsit. Az a Zsolnay trilógia, amit elkövettem, ez az alapja a modern Magyarországnak, a zsolnai szellemiség és a zsolnai családnak a kitartása, akarata és hazaszeretete, mondjuk így, ez példa lehet a mostaniaknak is. A hangulatos diskurzusban az irodalombarátok ismét szembesülhettek az alkotó ember indítatásaival, annak megteremtésével, hogy mikor lesz regény a magkezdeményből, miként válik az ötlet gondoskodó tisztelettel megfogalmazott alkotássá.